Egykor a város legszebb lakótelepei voltak, zöld területekkel övezett, szimpatikus lakóházakkal, változó tulajdonosokkal. Az évek óta tartó problémák leginkább az Esztergályos utcában gyülemlettek fel, és nem csak az összeférhetetlen lakók, hanem az elérhetetlen budapesti tulajdonos miatt is. A Messange Kft. Az egyes és hármas ház tulajdonosa, de nem fizet. A tulajdonossal nagyon rossz az együttműködés, zömében a postát sem veszi át, melyet így más módon, nyilvános felszólításokkal és más módon juttatunk el hozzá. Jogszerűen eljutnak hozzá, de együttműködés nincs. Az ingatlanadót végrehajtó útján igyekszünk behajtani, a város minden törvényes lehetőséget kihasznál. A kataszteri nyilvántartásban beírt ingatlanokon zálogjog van érvényben. Mivel adózási kötelességről van szó, a város nem hozza nyilvánosságra a tartozás összegét, de a tulajdonos 2011 óta nem fizet ingatlanadót, egy éve pedig a kommunális hulladék illetékét sem. Itt is komoly elmaradásról van szó. Olyan lakóházról van szó, melyben többen élnek, mint ahányan nyilván vannak tartva, vagyis ez alapján feltételezzük, hogy a nyilvántartásban nincs mindenki bejelentve, és így az ellenőrzés is igencsak nehéz. Mi már többször felszólítottuk a tulajdonost. A mi partnerünk a már említett Kft., melyet felszólítottunk, hogy számszerűsítsük a kommunális hulladék mennyiségét, hogy ez alapján megállapíthassuk a fizetendő illeték nagyságát. De hozzáteszem, ebben sem mutat semmi hajlandóságot, ezért mással együtt ezt is a végrehajtási folyamat részévé tettük. A törvény által lehetséges valamennyi bírságot kiróttuk, és arra kényszerítjük a tulajdonost, hogy működjön együtt velünk. Ez egy korlátott lehetőség a város számára, hiszen az adóelőírásokat be kell tartanunk, összetett a helyzet. A gyanús céggel kapcsolatban az ivóvizet biztosító Konvak vízműveknek is gondja van. Az igazgató tanácsban történt változások után elemezték az elmaradásokat, hogy javítsák a cég anyagi helyzetét. A Messange Kft. Esetében, melynek tulajdonosa ugyanez a budapesti lakos, a víz használatért 20 ezer euró nagyságú tartozást halmozott fel. Az igazgató tanács gyors döntést hozott, feltérképezte a helyzetet. Megállapítottuk, hogy az elmúlt időszakban rendszeresen, szinte havonta megkapták a felszólítást tartozásuk rendezésére. Részlegesen meg is tették, nehogy lekapcsolják őket a rendszerről, de egyszer sem térítették meg tartozásukat. A Konvak előzékeny volt velük szemben, részletfizetést tett lehetővé, de sajnos ezeket nem tartották be soha. A Konvak gyakorlatilag segítő szándékú volt, hiszen mindig az ott lakó emberekre volt tekintettel, a higiénia szempontjából is. De tudatosítani kell, a vízmű partnere az említett korlátolt felelősségű társaság, amely a mi egyedüli partnerünk. Mi pedig nehezen tudjuk megoldani a helyzetet, hiszen nem tudjuk, hány emberről van szó, 50, 100 vagy 200 emberről, és vajon ők fizetnek-e? Ezt nem tudjuk, csupán azt, hogy a mi tárgyaló partnerünk nem fizet, és mi úgy döntöttünk, hogy bíróság útján követeljük ki a pénzt. Az igazgató tanács büntető feljelentés megtevésén is gondolkodik, mert úgy érezzük, hogy valami nincs ott rendben. Emellett pedig erre a radikális lépésre is elszántuk magunkat, vagyis az ivóvízszolgáltatás leállítására. Február 6-án mindkét lakóházon megjelennek azok a három nyelvű, magyar, szlovák és roma nyelvű figyelmeztetések, melyek arra figyelmeztetnek, hogy ha nem térítik meg az adósságot, leállítják a vízszolgáltatást. Ha a két épület tulajdonosa nem tesz eleget a felszólításnak, február 13-tól leállítják a vízszolgáltatást. Ez nagyon kellemetlen, de a mi feladatunk az, hogy valamennyi komáromi polgár érdekét védjük. Azokét, akik teljesítik a törvény által előírt kötelességeket, akár ingatlanadóról, a kommunális hulladék elszállításáért járó illetékről, vagy az ivóvízszolgáltatás díjáról van szó. A fizetőkkel szemben nem lenne tisztességes, ha a nem fizetőkkel szemben nem lépnénk fel erőteljesen. Ez a társaság pedig, ahogy már említettem, szinte minden területen problémát okoz.